Idén már 18. alkalommal lesz a Vidámságé és a Derűjé a főszerep több mint egy héten keresztül Nyíregyházán. A Vidor Fesztivál költségvetése ráadásul minden eddiginél magasabb, közel 130 millió forint. Ennek körülbelül a fele állami és önkormányzati támogatás. Ennek köszönhetően olyan nagy nevek adnak majd ingyenes koncertet a Kossuth téri nagyszínpadon, mint Geszti Péter, a Halott Pénz, a Bagosi Brothers Company, a Mystery Gang vagy a The Beavers. A megszokott fesztiváli hangulat mellett idén is készülnek újdonsággal a szervezők. A legnagyobb újdonság, hogy a Rózsakert szabadtéri színpad is bekerül a programok közé. Itt két előadás lesz látható. Az egyik a Mennyei Hang, a játékszín előadása Gávölgy János főszereplésével, a másik pedig a Szabolcs megye Lordjai, ami tulajdonképpen egy musical válogatás a Szabolcs megyéből elszármazott színészektől, színésznőktől. Itt Mészáros Árpád Zsolt, Nagy Sándor, Jan Zakata, Gubik Petra és még néhányan fognak színpadra állni. Én azt gondolom, hogy remek szórakozás lesz látható. Valamint újdonság a nagy színpadon, kis színpadot követően is egy LED fal fogja még izgalmasabbá tenni a koncertet. A tavalyi sikerre való tekintettel idén is lesz két olyan nap, amikor nem koncert várja a bulizni vágyókat a Kossuth téren, hanem színházi előadás. 26-án hétfőn a Magyarok Dalszínház érkezik a Futball Lab című musical komédiával, 28-án pedig a Bánfalvi Stúdió adja elő a Nicsak, Kilakik itt Tébolyt két részben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösségépítő, tehát a város számára egy nagyon jó lehetőség, amikor az emberek kijöhetnek a térre, ihatnak együtt egy sört, jól érezhetik magukat, nem szidják egymást, nem pikérkednek egymással, hanem jól érzik magukat, és megnéznek néhány nagyon jó humoros, vagy kiváló művészi teljesítményt. Mi azt gondoljuk, hogy mi nyíregyházi cégközponttal rendelkezünk, itt élek én is, és én azt hiszem, hogy nekem Nyíregyházát kell támogatni, és a nyíregyházi eseményeket kell támogatni, és nem más város. Más városban is támogatunk sok rendezvényt, például a Veszprém Festet, de ez nekem a legfontosabb, mert én itt élek. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon színvonalas műsor, egy nagyon jó előadás sorozat, most már 18. alkalommal működik. Mi negyedik éve támogatjuk ezt nagyon jó szívvel, és remélem, hogy mindenki örömére. A Vidorkert programja is megújul, hiszen nem egy DJ szórakoztatja majd a közönséget 23-ától 31-ig, hanem tematikusan minden nap más DJ keveri majd a lemezeket. A város alapítók szobránál idén is Vidorfalu várja kibővült gasztronómiai különlegességekkel, finom borokkal és pálinkával a látogatókat. Rengeteg vendég van, szálláshelyek telve, vendéglátóhelyek szintén, tehát az azt üzemeltetők külön örülnek, de ez a város hírnevét is viszi, és valóban nagyon sok turista van itt Nyíregyházán ebben az időszakban, és sokan direkt erre a néhány napra érkeznek, hogy részt vehessenek a Vidor Fesztiválon, mert ahogy eddig is, most is a programok 90%-a ingyenes lesz, és nagyon sok zenés programunk lesz, tehát nyelvi akadályok sincsenek, világzenei produkciók lesznek a Kossuth téren. Többek között a Walker's Delight Izerlóból, ami azért is különleges, mert a németországi kisváros 30 éve Nyíregyháza testvérvárosa. A több mint 200 program a vidor.eu oldalon megtekinthető, de idén harmadik éve Vidor applikáción keresztül is követhetőek az események.